Az élővilágban nagyon sok hasznos funkciót fedezünk fel. Látjuk, hogy az élőlények nagyon jól illeszkednek abba a környezetbe, ahol élnek. Nagyon jól fel vannak szerelve olyan szervekkel, anatómiai szervekkel és olyan élettani folyamatokkal, amelyek a túlélésüket lehetővé teszik. Olyan ösztönökkel vannak ellátva, amelyek képessé teszik őket arra, hogy életben maradjanak. A kérdés az, hogy ezek honnan származnak. Az evolúció elmélet azt mondja, hogy ez millió éveken keresztül alakult ki, és jött létre ilyenné, amilyen. A tervezés elmélet azt mondja, hogy ezt nem csak így lehet látni, hanem éppen úgy, ahogy az emberi világban, ugye bizonyos célra megfelelő eszközöket hozunk létre, bizonyos cél érdekében megfelelő számítógépes programokat alkalmazunk. Éppen így lehet látni az élővilágot is, hogy mindezek az élőlények, ezek egy felsőbb értelem elgondolásaként vannak a maguk helyükön. Ennek az elgondolása eredményeként rendelkeznek a megfelelő anatómiával, és rendelkeznek a megfelelő ösztönökkel.